Üdvözlöm Önöket, ez itt a Manikűr. A mai adásunkban bemutatjuk a Pörnész által kivitelezett, legújabb prémium kategóriás hibrid poliakril zselét, amely több ezer manikűrös életét könnyíti meg azáltal, hogy lerövidíti a munkafolyamatot. Következőkben a Pörnész által szervezett továbbképzésre látogatunk el, ahol Matula Gabriella, 6-szoros olimpiai bajnok mutatta be az új zselét és a megfelelő lépéseket egy tökéletes manikűr elkészítéséhez. A mai tanfolyamon a Pörnész legújabb újítását fogjuk megtanulni, illetve ezeknek a használatát. Ugyanis az anyagok fejlődésével, innovációjával egy nagyon új anyag alakult ki, méghozzá a hibrid poliakril gél, ami a zselék és a porcelánoknak a vegyítése. Mert ugye eddig csak zseléket és porcelánokat használtunk, most már ezekből készült egy új anyag, úgyhogy ezek a tulajdonságok vannak már ebben az anyagban, és ezeknek az anyagoknak a használatát, illetve az eszközöinek a használatát tanítjuk meg ma a lányoknak. Kétféle fehérünk létezik, ugye egy Angel, illetve egy Milky White. Aztán van egy Clear anyagunk, ami ugye mindenképpen szükséges ahhoz, hogy esetleg egy átlátszó körmöt készítsünk. Van egy pinkünk, illetve ugye vannak a nude-ok, és van még egy glitter nude is. Maga az anyag felhelyezése egy új ecsettel történik, mert eddig csak egyoldalú ecseteket használtunk, most már ugye kétoldalú ecsettel fogunk dolgozni, mert az egyik oldalán egy spatula található, amivel könnyedén le tudjuk vágni a kinyomott anyagot, és könnyedén fel tudjuk helyezni magára a körömlemezre. Ugye az állagát tekintve, ugye már ugye rögtön, hogyha tégelyét nézzük, ugye rögtön egy ilyen kinyomós flakonból kell, hogy kinyomjuk a zselét, vagy a poliakrilgélt, a zseléket ugye pedig tégelyből vesszük ki. Tulajdonságát tekintve ugyanúgy rugalmas, illetve ugyanúgy hajlítható, mint a zselék általában, viszont a felkenése, a felhelyezése a körömlemezre történik másképpen. Ugyanúgy történik a felhelyezése, mint egy porcelán alapanyag felrakásának lapogató mozdulatokkal helyezzük fel. Az előkészítés ugyanúgy történik, mint a zselénél, illetve a porcelán köröm készítésénél. Ugyanúgy a természetes körömlemezt előkészítjük, ugyanúgy használjuk a nail prep, a primer, illetve az ultrabond folyadékokat, ugye, ami zsírtalanításért, feltöltöntésért felelnek. És igazából technikailag ugyanaz lesz maga a lépéssorozat. Egy-két dolog kimarad, mert az alapréteget mondjuk zselénél készítünk, viszont ennél az anyagnál már nem, mert át fog kötni, és teljesen kemény lesz maga a köröm. Azt gondolom, hogy a szalon munkában a lányok ezt tökéletesen tudják alkalmazni, akár kis körömformák, tehát kis természetes körömformának megfelelő körmöket, illetve akár extrém hosszúságot is készíthetünk ezekből az anyagokból. Maga a poliakril gélek, ugye, amiket most ezen a mai tanfolyamon tanulunk, még ott nem járnak a lányok ugyan, de már említettem nekik, hogy ugyanúgy használhatják porcelánnal, illetve ugye zselé vegyítésével. Fogunk még ma készíteni színes zselékkel kombinált poliakril körmöket, mert ugye mivel mind a két tulajdonság benne van az anyagban, így használható akár porcelán, illetve zselé vegyítésével egyaránt. Nyugodt szívvel ajánlanám kezdő lánykáknak is, akik most tanulják, vagy végeztek ugye az alapképzésen, ugyanis a porcelánnal ellentétben ugye ez az anyag UV-fény hatására fog megkötni, és addig formázható, míg fény nem éri. Tehát maga a köröm kialakítása, formázása az ecsettel addig történhet, míg nem rakják a lámpa fénye alá.
Ennyi volt mára a manikűr. A következő adásunkban mondhatni, újítani fogunk, ugyanis a kézápolás helyett a lábakról lesz szó, mégpedig azok gondozásáról. Amitől műsorunk még érdekesebb lesz, az az, hogy otthoni praktikákat fogunk bemutatni, amelyek szakember segítsége nélkül is végrehajthatóak. Köszönöm, hogy velem tartottak, találkozunk 2 hét múlva, 1 óra 25 perckor. A viszontlátásra!